Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról túl részvevőket is. Én Czang Ferenc vagyok, a PPH egyik 8-as szintű vezetője. Tegeződve szoktuk tartani képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki kortól és nemtől függetlenül tegezi egymást. A PPH előtti foglalkozásom tanulmányaim szerint gépészmérnök, azonban az nem olyan tanulmány volt, nem olyan fejlődést adott nekem, amit én kerestem, és ezért nagyon gyorsan elkezdtünk párommal együtt keresni kérdéseinkre a választ, már 2001 óta. A gépészmérnöki szakmában nyilván tevékenykedtem, részben még most is, de most már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Lébényben élek, amint említettem, feleségemmel, párommal és két szép lányunkkal. Mind a ketten egyébként itt vannak, ott mosolyognak. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapító és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy 2 azokból teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret továbbá mindennapokban használható tudás terén legtöbb információ átadására képes ma bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Vezetőnk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsi Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Hát ha itt vagyunk, akkor minden rendben van, nem? Hát ugye az a fő probléma, hogy a Földön a lakosság 80% az jó ember. De mégse tesznek a jó emberek semmit. És ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Sajnos. Na nézzük meg, kezdjünk azzal, hogy mi mivel is foglalkozunk. Egyedülálló képzéseket tartunk, azért, hogy fejlődhessenek az emberek. És legyen egy sokkal jobb világunk. Azért gondoljuk végig, hogyha az ember elbutul, akkor képes egy jobb világ létrehozására? Tehát gondoljuk végig azt, hogy a technika fejlődik, és mondhatjuk azt, hogy ahogy a technika fejlődik, az egyén annál inkább rábízza magát a technikára. És annál inkább elengedi a gondolkodást. Tehát annál inkább nem ő saját maga akar gondolkodni, hanem hát gondold végig, hogy annak idején
Nem volt számológép, még az én gyerekkoromban. Tudjátok, gyerekkoromban milyen számológép volt? Az volt az a golyós. 10 volt egy sorba, és volt 10 sor. És akkor úgy számoltunk, hogy ilyen golyót tologattunk. Én még voltam, nem is tudom hol, úgy vásárolni, valamikor rég, nem tudom melyik országban, hogy a pénztáros így számolt. Nem, oroszoknál nem voltunk. Európa, és maximum ugye Észak-Afrikába jutottunk el, de már nem emlékszem melyik országban volt, egy egyik boltos, avval számolt, avval a tologatós számológéppel. Hát az sem most volt. Na most képzeljétek el ugye, hogy azóta mennyit fejlődött a technika, és ugye az ember simán számolt fejben. Most már a legtöbb fiatal, vagy kevésbé fiatal előveszi a számológépet, és számol. Tehát gépekkel oldjuk meg azt, amit régen mechanikusság helyett, ugye mi saját magunk oldottuk meg. És mondok más dolgot is ebben kapcsolatban. Mit tudom én, példa. Angliában volt egy park, van, meg van is, Hyde Parknak nevezik, ugye Londonban. És az a Hyde Parkban ez mindig tele volt, mert az emberek ott gyűltek össze és beszélgettek. Majd elkezdődött a tévés korszak, csak egyre kevesebben mentek a Hyde Parkba, végül már csak azt lehetett látni, hogy a Hyde Park környékén a villódzások vannak az ablakokban, ami azt jelenti, hogy a tévé villódzása látható volt az ablakokon keresztül. És már a parkban nem gyűltek össze az emberek. Tehát most gondold végig, hogy régebben kommunikáltak az emberek egymással, most a médiával kommunikálnak. Nem egymással, a médiával. Tehát ami azt jelenti, hogy az ember lassan teljesen rábízza magát a technikára. Na most gondold végig, amikor az emberek annak idején rákényszerültek arra, hogy mindent szóban beszéljenek meg, akkor mennyivel többet beszéltek, mint manapság? Maga az egyén. Hiszen teljes egészében az információ az emberek közt cserélt gazdát. Most az emberek sokkal kevesebbet kommunikálnak szóban egymással, mint bármilyen más egyéb formában. Főleg, hogyha az az illető fiatal, akkor van egy mobiltelefonja, és sokkal többet kommunikál írásban, mint szóban. Tehát az ember fokozatosan átállt a technikára, ahelyett, amit csinált. Na most ez, hogy a technikával helyettesítjük a képességeinket, mert a kommunikáció, a beszélgetés képessége az egy képesség. Hogy valaki jól tudjon kommunikálni, az egy képesség. Sok beszéd nélkül a jó kommunikáció nem működik. Tehát egy hallgatag ember, az sokkal kevésbé ért meg embereket, meg sokkal kevésbé értik meg őt, mint egy beszédes embert. Tehát emiatt mondjuk a képességét,
a kommunikációs képességét, a beszéd képességét, az illető visszaszorítja, mert más módon kommunikál. És ez nem csak erre vonatkozik, hanem mindenre, a gondolkodásunkat gépekre bízzuk lassacskán. Ugye van ez a... milyen intelligencia? Mesterséges intelligencia. Már lassan rábízzuk a mesterséges intelligenciára, hogy gondolja végig ezt-azt helyettünk. Na most ez viszont mit jelent, hogyha egyre többet használjuk a gépeket, és egyre többet nem használjuk a saját gondolkodásunkat? Lásd például, ugye, amit az imént mondtam, hogyha ki kell valamit számolni, vagy el kell valakinek valamit mondani, meg kell valakivel valamit beszélni, akkor ezzel visszasorvasszuk a, hát az eszünket. Szó szerint. Tehát ami azt jelenti, hogy a képességeinket visszasorvasztjuk. Ez olyan, mint régen, amikor az emberek fizikai munkát végeztek, ahhoz képest most ugye a legtöbb ember már közel nem végez annyi fizikai munkát, mint anno annak idején, ezért régebben, mit tudom én, egy idősebb ember sokkal erősebb volt, mint egy mai idősebb ember. Mert még ő akkor is fizikai munkát végzett. És edzett volt ezáltal. De az edzés a gondolkodásunkhoz is szükséges, és ha rábízzuk magunkat a gépekre, akkor ezzel visszasorvasztjuk a saját gondolkodásunkat. Ez a tipikus elhűlés. Tehát látni, ahogy fejlődik a társadalom, főleg műszakilag és életszínvonal szempontjából, annál nagyobb az elhűlés. Tehát szó szerint annál kevesebb a józan paraszti eszük az embereknek, annál kevesebb helyes döntést hoznak, annál inkább csinálják azt, hogy saját maguk életét teszik tönkre, azáltal, hogy képtelenek a gondolkodásra. Miért? Mert nem szoktak hozzá. Tehát a gondolkodás is olyan, hogy edzésbe kell tartani. Ha egy ember visszafogja a gondolkodását, akkor egyre butább lesz. Ahogy visszafogja egy ember a beszédét, egyre kevésbé fog jól kommunikálni az emberekkel. Tehát az, hogy hát a beszéd is a gondolkodásunk függvénye. Minél többet beszél valaki, annál könnyebben tud reagálni egy kommunikációra, egy beszédre. Annál könnyebben megért mások kommunikációját, beszédét. Tehát lényeg az, hogy az emberek többsége, nézd meg, visszafogja magát a technika segítségével, visszafogja magát a képességeiben, a mentális, a szellemi képességeiben. Tehát elindult a technika miatt, szó szerint a technika miatt, az elhűlés. Na most egy elhűlő társadalomban mi várható a jövőre nézve? Gondolkozz már! Tehát ha elhűl a társadalom, akkor a társadalom vezetői is elhűlnek, hiszen a társadalomból kerülnek ki a vezetők. És ha elhűlnek a vezetők is, akkor a vezetők is egyre sűrűbben hoznak rossz döntéseket, nem? És ezáltal egyre rosszabb és rosszabb világot élünk meg. Lássátok már át! Tehát egy általános elhűlés van a technika miatt. Világos ez? Tehát a technikát az embernek nem a fentiek adták a kezébe, hanem a lentiek.
az ördög fattyak adták a kezébe. Azért, mert tudták pontosan, hogy a technika miatt, ha az egyén kezében kerül a technika, akkor az egyén elindul az elhűlés útján. Tehát a technikának nem az elhűlést kellene szolgálnia, hanem a fejlődést. De egy pici részben szolgálja a fejlődést, és egy óriási részben a technika az elhűlés szolgálja. Tehát vannak olyan emberek, akik a technikát a javukra használják, és nem a kárukra. Az emberek többsége a technikát a kárukra használja. Most azáltal, most mondok példát, azáltal, hogy például A-ból B pontba, mondjuk legyen az 60 kilométer, eljutsz mondjuk 50 perc alatt, régen azt a 60 kilométert, hát egy nap alatt csinálták meg. Ezáltal gondold végig, az embernek úgy tűnik, hogy felgyorsult az idő. Pedig nem gyorsult fel az idő, az a órának a 24 óra az 24 óra. Így is, úgy is. Az órák nem gyorsulhattak fel. Főleg a mechanikus órák, gondold végig. Ezt beállították, mint tudom, előszedsz egy olyan órát, amit 50 évvel ezelőtt vettek, nekünk van ilyen kakukkos óránk. Ezt még nagymama vette akkor, mikor én kisgyerek voltam. Nem itthon, hanem valahol külföldön. És az a kakukkos óra, az nálunk működik. Csak annyi, hogy a kakukról a súly le van véve, hogy ne kakukkoljon éjjel. De az a kakukkos óra, az megy 50 éve. És az nem lassult le. Az ugyanolyan beállítás mellett, ugyanolyan tempóba jár, érted? 50 év óta. Tehát ez az időfelgyorsulás, ez érzet, ez annak következménye, hogy az ember ugyanaz alatt, az idő alatt sokkal több dolgot tud megcsinálni. Ezáltal, mivel sokkal több dolgot csinálunk meg, ezáltal úgy érezzük, hogy rövidebb az idő. És nagyon érdekes, hogy ugye mi dolgozunk, akik szerveznek, számítógépen. És nagyon érdekes, mert hogyha számítógépen elkezdesz dolgozni, az idő, mintha még jobban rohanna, nem tudom, megfigyeltétek-e. Tehát a számítógép mögött az ember sokkal hamarabb azt látja, hogy eltelt az idő. És egyébként meg sokkal lassabbnak tűnik az idő. Nagyon jó kitalálták, hogy gondold végig, hogy a fiatalok ott ülnek a számítógép mögött, vagy éppen a telefon maga a számítógép, most ebből a szempontból tök mindegy, és azt látják, hogy hogy rohan az idő. Mit tudom, ezelőtt 100 évvel meg azt látták az emberek, hogy milyen baromi lassan telik az idő. Érted? Tehát ezelőtt 100 évvel, mire fölnőtt valaki, egy csomó úgy érezte, hogy mennyi idő telt el. Most meg azt érzik a fiatalok, hogy így felnőnek. Tehát így érdekes világban élünk, de ezt csak abból a szempontból mondom, hogy gondold végig, teljesen logikus, minél inkább rábízzuk magunkat a technikára, annál kevesebbet használjuk a saját képességeinket. De ez minden téren igaz. Régen mondjuk tudott valaki kötni gyönyörű pulóvereket. Érted? Most rábízza a kötőgépre a pulóverkötést. Az azt jelenti, hogy azt a képességét, amivel ő tudna pulóvert kötni, nem használja. Ezért ugye az a képessége, az szépen elsorvad. Ez olyan, mintha valaki ilyen finom mozdulatokat csinál az ujjával, bármi olyan dolgot, és ha ezt sokáig nem csinálja, már azokat a finom mozdulatokat nem tudja csinálni. Tehát ez
minden képességre igaz, hogyha egy képességünket nem használjuk, az a képesség elsorvad. És most gondold végig, egy olyan társadalomban vagyunk, ahol az emberek minden képessége sorvadásban van. Nem is értem, hogy miért nem beszélnek erről. Tehát minden képessége. Tehát mi barom emberek rábízzuk magunkat és a képességeinket a gépekre. Röhely. Érted? Röhely. És ezáltal elérjük azt, hogy egyre rosszabb és rosszabb világunk legyen, mert azt a képességet, hogy gondolkodás, már rég elveszítettük. Persze tisztelet mindig a kivételeknek, akik tesznek azért, hogy a képességeik egy része megmaradjon. Mert ugye nem is tudnánk az összes képességünket fejleszteni, vagy szinten tartani, mert már nem olyan életet élünk, mint a múltban éltek az emberek. De hát gondold végig, a legtöbb ember milyen szinten van a hétköznapokban rá kényszerülve arra, hogy gondolkodjon? 100-ból vajon hány ember van minden nap rákényszerülve arra, hogy gondolkodjon? Hát egy kisebb szám, egy jóval kisebb szám, mint régebben. És mondhatjuk azt, hogy pár százalék. Na most mondom, logikusan gondolkodjunk, jó? A logikus gondolkodás azt jelenti, hogyha egyre gyengébb az ember képessége, akkor egyre nagyobb baromságokat csinál, és ebből egyre nagyobb gáz lesz a világban. És ugye itt ma voltunk egy egynapos képzésünkön, és ez az egynapos képzésünk befejezése, és kicsit megelőztem magamat, beszélhettem volna itt is arról, amiről már beszéltem. Hogy ki az, aki nem járt általános iskolába? Ezt tegye már fel a kezét. Mindenki járt. Jó. Ki az, akinek nem volt fizika órája, azt tegye föl a kezét. Tehát mindenkinek volt fizika órája. Akkor mindenki emlékszik arra a fizikában, hogy a levegőnél nehezebb gáz, a levegőnél nehezebb gáz a szénmonoxid, meg a széndioxid. Ezt is emlékszünk rá? Ha nem hiszed, nézz utána az interneten. Vagy vedd elő a fizika könyvedet. Tehát, ezt tanultuk. Akkor hogy lehet, ha nehezebb a levegőnél? Hogy lehet az üvegház hatást keltő gáz? Üvegház hatást az kelthet, ami a levegő fölé megy. Tehát ami könnyebb a levegőnél. Egy levegőnél nehezebb gáz nem képezhet üvegházhatást. Tehát amikor azt mondják, hogy a széndioxid és a szénmonoxid miatt melegszik a bolygó, akkor ez a legnagyobb baromság, amiről beszélhetnek. Mert ha ez egy levegőnél könnyebb gáz lenne, akkor ez igaz lenne. De mivel a levegőnél nehezebb ez a gáz, ez egy nagy hazugság. És gondold végig, hogy át lehet verni az embereket. Mert gyakorlatilag ezt mindenki elhiszi, hogy üvegházhatást kelt a széndioxid. Ezért kényszerítik a lakosságot arra, hogy ne termeljen széndioxidot. Oké? Okay? Jó az, hogy nem termelünk szénmonoxidot, abban még benne vagyunk. De az, hogy ne termeljünk széndioxidot. Minden égés széndioxiddal jár.
akármilyen égést nézünk, ott széndioxid termelődik valamilyen mértékben. Na most akkor onnantól kezdve akkor ne égessünk semmit, nem? Magyarul, mit tudom én, a hideg helyeken fagyjanak meg. Nem? Na most nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát elérik, hogy az emberek azt gondolják, hogy széndioxidmentesség, érted? Ezzel azt érik el, hogy a növények kipusztuljanak a bolygón. Ha a növények kipusztulnak a bolygón, akkor ez a bolygó felszín, ez életképtelenné válik az ember számára. Mert a növények termelik az oxigént a széndioxidból. Ami azt jelenti, hogy a széndioxidot szénné és oxigénné redukálják a növények. Oké? Tehát kibocsátják az oxigént, és a szenet megkötik. És ugye minden növényből szenesedés lesz, ha elégeted. Tehát minden növény szén alapú. Tehát gyakorlatilag azt érik el az üvegház hatású széndioxid, idézőjelben üvegház hatású széndioxid csökkentéssel, hogy a növények kipusztuljanak a Földön. Baromi jó, mi? Na most kinek lehet az érdeke? Gondold végig. Miről beszéltem? Elbutulás. Szó szerinti elbutulás. Az emberek nem használják az agyukat, és szó szerint elbutulnak. Szó szerint elbutulnak. Itt a bizonyíték. Az emberek tömegei elhiszik, hogy a széndioxid az üvegházhatást keltő gáz. És én erről még nem is hallottam, hogy beszéltek volna erről, érted? Hogy ez mekkora hazugság. Hiszen nehezebb a levegőnél. Tehát a belélegzett levegőnél nehezebb. Ha nem hiszed, hát nézz utána mindenütt. Hát mindenütt. Pincéből nem tud kijönni a széndioxid. Mert a pincének a kiárata fönt van, a széndioxid meg lent van. Nem tud kijönni, mikor mondjuk forr a bor. Illetve hát ugye a murci. Nem tud kijönni. Hát úgy kell kiszellőztetni. Kikergetni a széndioxidot a pincéből. Különben megfulladnak az emberek benne. Tehát most gondold végig, hogy mekkora elbutulás folyik, és annak milyen következménye lesz ezen a bolygón. Hát gondold végig, ha így haladunk, hogy széndioxid semlegesség, amit ugye most már szájra vettek az emberek, és ő azzal segíti a bolygó működését, túlélését, meg az emberiség túlélését, hogy széndioxid kibocsátás csökkent, vagy lenulláz, már olyan országok vannak, akik azt mondják, hogy mit tudom én, mikorra teljes széndioxid kibocsátás mentességet akarnak elérni az országban. Hát bebizonyított tény, hogy amikor a Földön megnövekedett a széndioxid, akkor a növények jobban nőttek. Ez bebizonyított tény. Tehát sok ez kísérletbe is ki lehet próbálni, hogy széndioxid dús levegőjű környezetben a növények gyorsabban fejlődnek jóval. Tehát ugyanazon a táptalajon jóval gyorsabban fejlődnek, ez bebizonyított tény. Tehát mondom, azt gondold végig, hogy egy ilyen elbutulás véget. Hova jut ez a társadalom, amit úgy hívnak, hogy emberiség? Tehát most nem országokról beszélünk, hanem emberiség elhűítéséről. Hova jut? Nem kellene tenni valamit azért, hogy az emberek okosodjanak? Nem kellene tenni azért valamit, hogy az emberek elkezdjenek ismét gondolkodni? Képesek legyenek egyáltalán gondolkodni? Nem kellene tenni sokat azért, hogy az emberek ismét gondolkodjanak?
Nem jó kihívás ez egy olyan embernek, aki szereti az embereket? Hogy segíteni, hogy gondolkodjanak, hogy okosodjanak, hogy ne a technikára bízzák magukat, hanem a technika helyett gondolkodjanak. Ez nem jó kihívás? Ez nem szép feladat? Akkor mi szép feladat, ha nem ez? Micsoda? Az emberek okosítása az nem elég szép feladat? Az emberek felvilágosítása, hogy okosabbak, értelmesebbek legyenek, módszerek átadása, az nem jó feladat? Hát mi a feladat, milyen feladat jó, ami ennél jobb? Jobbá tenni az emberiséget, az nem a legszebb feladat a világon? Jobbá tenni az embereket, az nem a legszebb feladat a világon? Gondold végig. Mondom még egyszer, az elhűlés következménye a teljes katasztrófa, érted? A teljes katasztrófa az emberiségre nézve. És az elhűlés, ha megnézitek, az elmúlt 3-4-5 évben felgyorsult. Nem lelassult, felgyorsult. És ugye úgy látni, mintha szó szerint exponenciálisan gyorsulna az emberek elhűlése. A többségről beszélek. Nem egy igen elenyésző kisebbségről. Tehát ebben a világban feladatunk az, hogy hozzásegítsük a partnereinket a boldog élethez. Nem mindenkit. Aki nem akar cserét, csak kapni akar, az menjen a francba. És ha nem tetszik neki, hogy én most ezt mondtam, teszek rá. Oké? Okay. Jó, mert az, aki csak kapni akar, és cserét nem akar adni, az nem jó ember, és nem jó embereknek nincs helyük köztünk. Világos ez? Tehát nincs helyük köztünk. Tehát nem jó feladat az, hogy hozzásegíteni az embereket mondjuk egy boldogabb élethez, vagy egy boldog élethez, ahol szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadságban és természetesen elég pénzzel élnek az emberek. Tudom, hogy a jövőben nem lesz szükség a pénzre, de nem azért, mert ez a jelenlegi hatalom meg akarja vonni a pénzt. Nem ebből az okból. Hanem azért, mert az emberek olyan etikusak lesznek, hogy nem lesz szükségük a pénzre. Érted? Mert a pénz szükséglete ebben a társadalomban, amiben élünk, azért szükséges, mert hiányzik a társadalomban, és ezáltal az embereknél, az etika. Tehát pont az, amit most az imént elmondtam, hogy adok, kapok. Mert egy olyan világban élünk, ahol nagyon sok ember csak kapni akar, és viszonozni nem. És ez most mindegy, hogy pénz, vagy szeretet. Tudjátok, hány emberrel beszéltem már életemben, aki azt mondta el, hogy ő nem kap elég szeretetet? Tehát nem csak a pénzről szól a történet, hogy adok, kapok. Hogy a pénzért, ha beadok pénzt, akkor azért valamit kapok. Hanem a legtöbb embernél még a szeretet sem úgy működik, ahogy kellene. Hiányzik az adok-kapok. Ő elvárná, hogy szeressék, és mennyit ad? Mennyi szeretetet ad? Tehát az egész világunk, amiben vagyunk, az fel van fenekestül fordulva. Nem kellene egy jobb világot létrehozni? Mi lesz ebből a világból? Rövid időn belül, hogyha ilyen, így folyik az elhűlés.
Tehát én azt mondanám első lépésként, hogy mondj nemet az elhűlésnek. És kezdj el gondolkodni, de hát hiába gondolkodsz otthon úgy magadba. Ha nincs útmutatás, hogy min kellene gondolkodni. Kérdezném ma, vajon, és ezt szeretném, hogyha hangosan kifejeznétek, vajon ma mennyi gondolkodást igénylő dolgot hallottatok tőlem? Sokat, rengeteget, ilyeneket hallottam. Pedig nem olyan hosszúak voltak az előadások, nem? Három előadás volt, mit tudom, átlag 40 perc, tehát az azt jelenti, hogy 120 perc két óra alatt. És mit kellett volna, mit kellene majd gondolkodni? Ugye olyanok is voltak, hogy mit szúrtak el rajtad gyerekkorodban a szülők vagy a tanáraid. És ugye kaptál egy csomó ötletet ezzel kapcsolatban. Egy csomó tippet ezzel kapcsolatban. Hogy mit szúrtak el. És annak milyen következményét iszod most az életedben. Annak a levét iszod. Tehát ugye akik itt tanulnak, elég világosan átlátják, hogy mennyire fontos az ember életében a gondolkodás. Akik nem tanulnak itt, azt hiszik, hogy ez egy másod, vagy harmad, vagy mit tudom én, hanyadragú kérdés, hogy az ember gondolkodik-e, vagy sem. Figyeld, üzenem neked, akik nem tanulsz itt, vagy aki nem tanul itt. Üzenem neked. Ha nem gondolkodsz, és minél kevésbé gondolkodsz, lassan teljesen olyan leszel, mint egy állat. Mert az sem gondolkodik. Jó? És az állatot szuperül lehet idomítani. Meg az embert is, hogyha hasonlatos az állathoz. Azt lehet idomítani, aki nem tud gondolkodni. Nem az a lényeg, mennyi iskolát végzett az ember a hagyományos iskolákban. Nem az a lényeg, hogy hány diplomád van, hanem az a lényeg, hogy mennyire tudsz gondolkodni, amire régen azt mondták, hogy józan paraszt ész. Ha egy ember gondolkodik, nem átvágható. Egy olyan ember, aki nem tud gondolkodni, úgy vágják át, ahogy akarják. És nem a, mit tudom én, a becsöngető emberek vágják át, meg nem azok, akik telefonon hívogatnak, hanem a média. És a média mögött lévő emberek vágják át. Oké? Tehát mi elég tudást nyújtunk az embereknek az élet és az ember működéséről. Adunk módszereket mindenhez. Tehát, hogy hogy változz meg a jelenben, bármi történt is veled a múltban. Teljesen mindegy, hogy mikor a múltban. De ez ugye nagyon érdekes, mert hogyha egy kicsit belemegyünk szellemi dolgokba, akkor itt felvetődik rögtön az a dolog, hogy a múltad az nem csak ez életed. Tehát ezen életed, hanem az előző is, meg az az előtti, meg a stb. És hogy ott mit csináltál, és annak milyen következménye lett,
és azoknak milyen következményei vannak a jelenlegi életedre. Mert bárkinek, tudom én, leülök vele mondjuk 2 órát beszélni, és megmondom, hogy milyen hibákat követett el az előző életében. Vagy akár az azelőtti életében. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy az élet, amit a lelkedre vonatkoztatunk, és nem a testedre, mert a tested az mulandó, az életed az nem ez a x év, amióta élsz, hanem az életed az, amit onnantól indult, amikor a teremtő megteremtette a lelkedet. Tehát mikor a lelked létrejött, és onnantól van neked egy életed. És ez az élet, ez azt jelenti, hogy egy folyamat. Te azóta élsz, mint értelmes lény, akinél a jelenlegi világunkban azt akarják elérni, hogy elbutulj. Pedig nem ezért vagy itt a Földön, hogy elbutulj, hanem azért is, több minden miatt, de azért is, hogy vajon mennyire vagy képes kiállni a manipulációt, szembefordulni a manipulációval. Vagy nem vagy képes. Ez egy próba. Ki vagy próbálva, hogy mennyire vagy manipulálható. Ha tanulsz, kevésbé. Minél többet tudsz, egyre kevésbé. Minél jobban hagyod magad elhűlni, annál könnyebben manipulálnak. De hát, ugye az emberek is manipulálják egymást. Hát gondold végig, életében ki az, aki azt tudja mondani, hogy ő még soha nem akarta azt, hogy más azt csinálja, amit ő szeretne. Tehát, hogyha te bármikor életedben valakivel szemben azt akartad, hogy azt csinálja, amit te szeretnél, hát az már egy manipuláció volt, könyörgöm. Tehát maga az ember az egy manipuláló vagy manipulált lény. Ennek a keveréke. Tehát az ember egy manipuláló is egyben, meg egy manipulált is, ha hagyja. Na most gondold végig, hogyha te egyénként már csináltál olyat, hogy azt szeretted volna, hogy valaki azt csinálja, amit te akarsz, akkor mennyire használhatják ezek sokkal mások inkább, nem ezek, mások, ezeket a manipulációt sokkal profibb módon, mint ahogy te csináltad. Hogy ne egy-két ember csinálja azt, amit te akarsz, hanem mondjuk a nép, vagy akár az egész emberiség. Hoppá! Gondolod, hogy a Földön nincsenek olyan budgyant emberek, akik azt akarják, hogy az egész emberiség azt csinálja, amit ő akar?
Csak mondok példát. Hitler, Napóleon. Vagy rosszul látom? Jó, ez csak két példa, számtalan példát lehetne mondani a történelemből. Csak a két legismertebbet. Tehát gondold végig, most van egy olyan világ, ahol elérték, hogy a technika az fontosabb legyen sok ember számára, mint bármi más. Ezáltal azt is elérték, hogy ne gondolkodjon, hanem a gondolkodást bízza a technikára. És ezáltal azt is elérik, hogy könnyen lehessen őt manipulálni. És szerinted ezt bizonyos emberek nem akarják kihasználni? Hát ha ezt úgy látod, hogy nem akarják kihasználni, akkor te vak vagy. Akkor menj el, mit tudom én, vizsgáltasd meg magadat. Valami szakemberrel. Szóval, mondom még egyszer. Hova jut ez a világ, hogyha az emberek ezt csinálják, amit most csinálnak? Nyilván, ha te nem ezt csinálod, az rendben van. De a környezeted ezt csinálja. Tehát, ha az emberek gondolkodtak, mert nem volt, ami megakadályozza ebben őket, vagy legalábbis nem olyan mértékben, mint most, akkor jobb világ volt. Ez tény. Ami azt jelenti, hogy ha az emberek gondolkodnának, akkor egy jobb világ lenne. Világos ez? De az magától nem fog létrejönni. Mert az embereket arra manipulálják, hogy elbutuljanak. Ez csak úgy jöhet létre, ha közösen teszünk azért, hogy az emberek okosodjanak. És nem diploma kérdés ez, hogy kinek hány diplomája van a világban, hanem az a kérdés, hogy felismerései vannak-e. Az a kérdés, hogy rájön-e az ok-okozati összefüggésekre. Akkor egyáltalán tudja-e, hogy milyen módszert használjon adott helyzetben. Akkor tudja-e, hogy hogy érjen el abba a célba, amit szeretne elérni. Tudja-e, hogy ki fog neki segíteni, ha elakad. És ezt itt lehetőségként felkínáljuk az embereknek a bolygón a legkedvezőbb áron. De ugye tudjátok azt, hogy abban nagy mértékben különbözünk másoktól, hogy konkrét módszereket adok minden dologra, amit meg akarsz oldani. Tehát mindenre. Módszereket adok. Nagyon szeretem a módszereket. De módszert arra lehet adni, amitnek tudja az ember az okát. És az ember nem tudja a valós okát, hiába van módszer. Mondok példát, jó? Tudjuk jól, hogy rengeteg ember eladósodott Magyarországon, meg a világban, főleg a nyugati világban. És az emberek hogyan kezelik ezt a problémát? A legtöbb ember. Átvágtak engem. Hülye a bank. Ez az ok? Ezt találják oknak. Na most, mivel ez nem az valós ok, ezért vajon
meg tudják-e oldani ezt a helyzetet? Nem, mert nem a valós okot látják. Ha valós okot látná, akkor meg tudná oldani ezt a helyzetet. Érted? És mi a valós ok? Hát ott kezdődik, hogy arra gondoltam, hogy világéletemben jó keresetem lesz, és mindig fogom tudni törleszteni a hitelt abban a 25 évben, amit igénybe vettem. Vagy rosszul látom? És soha nem lesz olyan helyzet, hogy ne tudjam törleszteni. Sőt, a jövedelmem egyre inkább emelkedni fog, a jövedelmemnek meg egyre kisebb része lesz maga a hitel. Vagy rosszul látom? Tehát mi az ok? Hogy az illető nem látott reálisan. És tovább akart nyújtózkodni jóval, mint amennyire a takarója ért. Vagy ameddig a takarója ért. És akkor így lassan az ember ráeszmélne, hogy hát én szúrtam el valamit. Mert ez úgy működik, hogy az ember elszúr valamit, azt általában ő neki kell kijavítani. Nem másnak. Ha a bank szúrta el, akkor a banknak kell kijavítani. Világos ez? Csak a bank az hozzád képest egy nagy monumentális intézmény. Te egyedül vagy, bankban meg rengetegen, érted? Te hozzájuk képest egy porszem vagy. Ami azt jelenti, hogy a bank az úgy képzeli magáról, hogy tévedhetetlen. Ő csak mit csinált? Kiadott egy hitelt. Te kérted? Nem kergeted bunkos bottal, hogy ne vedd föl? Tehát ami azt jelenti, hogy az egyénnek kell megoldani ezt a kérdést, és nem a bankra várni. De hogy? Nem fogom elmondani. Ugyanis elég sokan már megoldották itt a banki kérdésüket a javaslatomra, hogy mit tegyenek. Szóval lényeg az, hogy ez csak egy példa volt arra, hogyha az ember nem jön rá az okra, akkor nincs is megoldás. Hiába van módszer. Tehát tanulunk olyan dolgokat, amit az ember mondjuk a mindennapokban is tud használni. Az ember és az élet működéséről. Na most, 93-ban jöttem rá arra, hogy van két olyan dolog, amilyen mesének tűnt számomra. Az egyik az, mikor azt mondták, hogy hát aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni. Ezt nagyon nem értettem, 93-ig. Meg a másik meg az volt, hogy hát nem fizikailag kell sokat dolgozni. Ezt sem nagyon értettem, hanem ezzel kell sokat dolgozni. Tehát ezzel, amit belül van, a fejedben. Ezt sem nagyon értettem. De 93-ban rájöttem arra, hogy ez tényleg így van. Jó, kellett hozzá 6 év. És azóta, ugye tudom, hogy ez a két dolog, ez pont így van.
Ezt miért mondom? Mert ahhoz, hogy az ember olyan életkörülményeket hozza létre saját magának vagy a családjának, amivel elégedett, illetve úgy mondom, hogy saját magának és a családjának, amivel elégedett, az nem működik hagyományos módon. Mi a hagyományos mód? A hagyományos mód az, amit iskolában tanultál. Tanuld meg a szakmát, hogy legyen egy jó állásod. És ez most mindegy, hogy szakmunkásképző vagy, középiskola, vagy főiskola, vagy egyetem, ami szakmát ad, mert jó, megtanulod, lesz egy jó állásod. Nekem is ezt tanították. Azért jártam ki, én is ugye végeztem el a szakmát, jártam ki azt az iskolát, hogy elvégezzem a szakmát. És akkor mégsem jutottam el oda, hogy legyen egy olyan életem, életünk, amit igazából szeretnénk. Mert ahhoz, hogy az embernek legyen egy olyan élete, amit igazából szeretne, azt én úgy mondanám, hogy szabad élet. Szabad élethez kell azért egy pár másik dolog, kell ilyen, hogy egészséges legyen az ember, akkor kell, hogy ez a szeretetérzés ez rendben legyen, akkor kell olyan, hogy legyen az embernek elismerés kérdésében is elégedettsége, legyen pénzügyileg is elégedett. Tehát ugye ezek úgy kellenek. És rájöttem arra, hogy ahhoz viszont az kell, hogy az embernek legyen egy saját üzlete, vagy egy családi üzlete. De arra is rájöttem, hogy nem hagyományos üzlet, vagy hagyományos családi üzlet. Mert az nem ad szabadságot. Hanem olyan üzlet kell, ahol az ember szabad lehet. Tehát ugye a szabadság az az anyagi szabadság is. Szabadság az az egészségügyi szabadság is. Tehát mikor az egészséged nincs korlátozva, ezért ugye egészségben nem vagy korlátozott. Szabadság az is, hogy jól érzi magát az ember a bőrében. Az ember akkor érzi jól magát a bőrében, ha van elég elismerés, van elég szeretet az életében. És ahhoz egy olyan üzlet kell, ami ezt képes megteremteni. És nem rövid időre, hanem egy életre tudja megteremteni. És akkor rájöttem arra, hosszú-hosszú évek során, hogy létezik ilyen lehetőség. Nem csak az én számomra, hanem bárki számára létezik ilyen lehetőség. Létezik olyan üzlet, amivel ezt meg lehet csinálni. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy az üzlet az mit nyújt másoknak. Mert minden üzletnek az a lényege, hogy valamit nyújt másoknak, azért, hogy a más emberek cserét adjanak azért, amit nyújt az az üzlet. Tehát, hogy egyszerű legyél, vagy legyen ez a dolog, mit tudom én mondjuk, van egy kisboltod, ott eladsz egy terméket, azért pénzt kapsz. Jó? Hát ilyen egyszerű. Tehát van csere. De ugye az ember nem mindegy, hogy mit nyújt az embereknek. És ez nekem mindig világéletemben, ha üzletről volt szó, ez kardinális kérdés volt. Hogy mit nyújt az az üzlet az embereknek. És én nem vágtam bele sose olyan üzletbe, sose, ami nem azon az alapon működött, hogy mit nyújt az az embereknek. Érted? Tehát ha én úgy ítéltem meg, hogy ez a nyújtás, hogy mit nyújt az embereknek,
az nem jó, legalább, akkor én azt mondtam, hogy felejtsétek el. Tehát az, hogy nekem mit nyújt egy üzlet, soha nem érdekelt, az érdekelt, hogy másoknak mit nyújt. Világos ez? Mert én tudtam azt, hogyha másoknak sokat nyújt, akkor belem sem lesz gond. Oké? Okay. Hogy nekem mit nyújt. Vagy a családomnak mit nyújt. Vagy mindkettőnek. Szóval, sikerült összehozni egy olyan üzletet, amit tovább tudok adni az embereknek. Ami a sajátjuk. És ami igen magas szintet nyújt az embereknek. Egy jobb világot. Egy jobb világot csak jobb emberekkel, okosabb, értelmesebb emberekkel lehet létrehozni. Világos ez? És azt a tudást, amit át kell adni az embereknek, azt a forrást megnyitották számomra. Az égiek. És ezt a tudásforrást én átadom nektek. Mármint úgy, hogy magát a tudást. Természetesen. Hogy ne csak én tudjam azt, amit közvetítenek rajtam keresztül, hanem minél többen megtudják ezt a tudást. Abból a célból, hogy használjátok, használjuk mindenki saját maga javára ezt a tudást. Ez egy rég eltitkolt tudás. Hogy eltitkolt? Nem a fentiek által eltitkolt. Most nyílt meg a technika következtében az a lehetőség, hogy az, amit mondjuk Jézus tanított, és eljuttatott a saját életében pár emberhez, vagy pár száz emberhez, vagy pár ezer, vagy pár tízezer emberhez, az a tudás, az milliókhoz jusson el. Érted? Tízmilliókhoz, százmilliókhoz, milliárdokhoz jusson el. Mert ugye ezen a bolygón már volt sok olyan tanító a múltban, aki emberekhez tudást juttatott el. Ilyen volt Buddha is, Buda magyarul. És sok más személy. De hiányzott mindig a saját életükben a tömegesség. És ezáltal nem javult közvetlenül tőlük az emberiség sorsa. Semmit. Közvetlenül Jézustól sem javult akkor az emberiség sorsa. Semmit. Buddhától sem. Most megtehetjük azt, hogy jobbá tegyük az emberiséget. Pont a technika segítségével, de a technika jó célra használatával. És nem arra használva, hogy az embereket elbutítsuk, mint amit mások csinálnak, hanem arra a célra használva, hogy az embereket kiokosítsuk. Oké? Okay? Hogy képesek legyenek az életükben, szeretetben, békében és boldogságban élve együttműködni. Hogy létrejöjjön egy olyan korszak, amit szeretett korszaknak nevezhetünk, ahol nincs elnyomás, nincsenek elnyomók, a fentiek tesznek arról, hogy ne legyenek elnyomók a jövőben, ha mi tesszük a dolgunkat. És legyen egy olyan virágzó korszak, aminek ezután a korszak után, amiben vagyunk, létre kell jönnie. Ezt a korszakot úgy nevezzük, hogy aranykor. Az a szeretett korszak. Mi ezért dolgozunk, hogy az embereket
egy olyan tudásszintre juttassuk fel, ami által egy szeretett korszak fog működni. És erre keresünk társakat. Várunk szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlecsik Miklósnak, mesterkócsnak ezt az ugyancsak elgondolkodtató előadást. Elgondolkodtam azon, hogy említette a manipuláltságot, vannak manipuláló emberek, meg vannak a manipuláltak. Hát ez utóbbit rendesen átéltük párommal, és az igazság, hogy most gondoltam bele, eddig ebben nem gondoltam bele, hogy eddig életünkben, amióta megismerkedtünk, hát nem csak a, hogyan mondjam, tehát a PPH előtt voltunk több cégnél is, ami nem a multira vonatkozik, hanem kerestük a megoldásokat, és közben azt gondoltuk, hogy fejlődhetünk azáltal, hogy beiratkoztunk egy-két napos képzésre, elmentünk spirituális emberekhez, akik ugye ti is ismeritek, vannak blokkoldások, mindenféle ilyen dolgok. És most jöttem rá, most jött egy felismerés, hogy spirituálisan is vannak manipulációk. És ez nem kicsi a mai világunkban. És hát ezt rendesen átéltük, úgyhogy nem csak az anyagvilágban, ezt kerestem, nem csak az anyagvilágban, hanem a egészségedre. Nem csak az anyagi világban, hanem a spirituális területen is rendes manipulációk vannak, és ezt mi mind átéltük. Viszont amióta itt tanulok most már több mint 5 éve, életem legjobb döntése volt egyébként, azóta megtanultuk ezt is felismerni, és azt is megtanultuk, és elfogadtuk, hogy nem volt onnantól kezdve, mióta elkezdtünk tanulni, nem volt szükség arra, hogy bármilyen ilyen jellegű spirituális tanításba részt vegyünk, mert itt mindent megkapunk. Megkapunk úgy, hogy összeáll a mondjuk a szőnyegre kiöntött puzzle, a 3000 darabos, és annak a darabjai úgy összeállnak, ahogy még eddig soha életünkben. És ezt itt kaptuk meg. Úgyhogy aki ott nézed a YouTube-on az előadást, én azt mondom, hogy sokat ne habozzál, mert egy az, hogy nem véletlenül kaptad meg ezt az előadáshoz a hozzáférés bármilyen csatornán, tehát már nem az átlagos emberek közé tartozol, és ha szeretnéd ezt átélni, hogy helyre kerüljenek azok a darabkája az életednek, amit eddig vagy nem sikerült, vagy nem tudtad, hogy miért nem sikerült, vagy kipróbáltások mindent, és azért nem sikerült, mert az nem volt valóságos, lehet, hogy manipuláció áldozata lettél, akkor gyere, és akkor próbáld ki nálunk ezt a tanítást, amit mesterünk Szedlecsik Miklós szenzációsan összeépített, megalkotott, megteremtett. Ezáltal, amióta itt vagyunk, itt tanulunk párommal, családommal, helyre raktuk az előbb említett bankkérdésünket, úgy raktuk helyre, hogy emberek maradtunk, az egész család, úgy raktuk helyre, hogy nem mentünk szét párommal, előzőleg azért többször megfordult, meg utána is azért, viszont mesterünk tanításával együtt maradtunk, együtt maradt a család két lányunkkal együtt. És úgy, hogy anyagilag se dőltünk össze, meg emberileg se dőltünk össze. Pedig amikor hallottuk az előadásban a módszert, akkor ott tartottunk, hogy tudjátok, van ez a pingvin effektus, hogy elfogyott. Elfogyott a módszer, volt egy ember, aki segített nekünk, ő ugyanezt mutatta nekünk, ezt a pingvint, és ott voltunk, hogy akkor hogyan tovább, és akkor hallottuk meg mesterünktől az előadásban a módszert. Úgyhogy javaslom neked, hogy ha neked is van ilyen hasonló, aki ott nézed az előadást, akkor ne habozzál. Ha már regisztráltál, akkor gyere tanulónak, és megtapasztald meg. Viszont ne gyere ide 1 hónapra, nem érdemes. Gyere ide minimum 2-3 hónapra, hogy azt a bizonyos pudingot meg tud kóstolni. Annyi kell hozzá, hogy egy nagyjáboli, körülbelüli kép rajzolódjon ki, hogy
mesterünk mit ad át nekünk, és hogy miért. Tehát ez szükséges legalább 90 nap. A másik, ami dolgokat megtapasztaltam, az az, hogy itt, és ha körülnézek, itt el nem tudjátok képzelni, mert ezt át kell érezni, micsoda szeretet energia áramlik felém, és ezt nem lehet elmondani, ezt csak át kell érezni, úgyhogy akik még ott vagytok, nyugodtan érjétek el, hogy itt álljatok. És annak első lépcsőfoga az volt tőle, megkérdezte akkoriban valaki, hogy el tudom-e képzelni, hogy itt állok. És azt mondtam rögtön, hogy igen. Úgyhogy ha ott a asztalokon kívül ülsz, akkor el tudod képzelni, hogy itt állhatsz te, és akkor itt fogsz állni. És ezt megkaptam, azt a lehetőséget, hogy itt jól érzem magam a bőrömben, megkaptam azt a lehetőséget a Nyílt Akadémián és a PPH-nál, hogy olyan közösségbe tartozzak, ahová jó tartozni, és megkaptam azt a irányvonalat, hogy az előbb említett szabadságot hogyan tudom elérni, mind anyagilag, mind bármilyen területen, és biztonságot. Anyagi biztonságot, egészségi biztonságot, mindenféle biztonságot az életbe, és az egy hatalmas előrelépés és hatalmas lehetőség az, hogy amit bennem vannak képességek, azt itt megkapom hozzá a tudást és a módszert, hogy azt kifejlesztem, és a hibáimat lépcsőről lépcsőre kijavítsam. Nyilván most is vannak, biztos vannak, meg, sőt, még vannak olyanok, amikről nem is tudok, de azt majd biztos, hogy idővel majd megkapjuk, megkapom. Jó. Ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, aki ott nézett ezt az előadást a YouTube-on, vagy felvételről nézett, örülünk, hogy részvételeddel megtisztelnél minket. Keress egy számodra szimpatikus szervezőt, aki segít abban neked, hogyan tudod elkezdeni a tanulást te is, és várunk közénk szeretettel. Még egyszer hálásan köszönöm mesterünknek, hogy házigazdája lehettem a mai csodálatos napnak. Nektek pedig megköszönöm a szeretet energiát, amit felém irányítottatok. Hazafele pedig jó utat kívánok mindenkinek. Köszönöm. Szeretlek benneteket. Sziasztok!